Ez itt a Vakfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Frivalszky Mayer Péter. Az én nevem Huszár András. Lassan a közepén járunk igazából, és visszatér vendégünk, Góca Gina. Szia, Gina! Sziasztok! És hoztál nekünk egy régi kedvencedet. Múlt héten megnézted velünk a Makulátlan elme örök ragyogását, amit először láttál, most viszont gondolom egy olyan filmről lesz, amit, nem, amit többször láttál már. Úgyhogy mesélj el nekünk, hogy mi ez. Igen, ez az Amerikai Pszichó, bár ahogy mondtad, hogy ez a régi kedvencem, ez igazából nem igaz, mert csak mostanában lett kedvencem, de szerintem erről majd fogunk beszélni, hogy milyen az, amikor filmek különböző életszakaszokban találnak meg téged, és hogyan lesznek kedvencek. És akkor, ja, akkor viszont Andrást is megkérdezem, hogy te mikor láttad ezt a filmet? Ez így izgi lesz, mert hogy én láttam 2000-es évek elején valamikor, amikor kijött, és amikor óriási volt a hype-ja, és hogy én így úgy tudjuk, hogy Ginának sikerült olyan filmeket választani, amik így annak idején első nézésre nem találtak utat hozzám, mert hogy én így nem értettem ezt a filmet. Tehát, hogy így nem értettem, hogy mire gondolt a költő, hogy így ez most mi akar lenni, ez most komoly, vagy nem komoly, vagy abszolút értetlenség volt bennem, így csalódás is volt, mert valami, nem tudom, egyszerűbb, meg egyértelműbb dologra számítottam, amihez egy jobb kapcsolódni. Ilyen hatalmas Christian Bale rajongó voltam így a fiatalkori szereplője alapján, szerintem az is sokkoló volt, hogy ő milyen ebben a filmben, szóval, hogy nekem ez nem negatív élmény volt, csak egy ilyen that was weird, és ezt így elraktam ebbe a fiókba nagyon sokáig, aztán azóta rengeteget olvastam így ilyen, hogy hogyan értékelték újra ezt a filmet, meg hogyan alakult a fogadtatás története, és az alapján pont egyre kíváncsibb voltam rá, hogy milyen lenne újra nézni, úgyhogy ezúton is köszi, Gina, hogy erre így alkalmat teremtettél. Mert most újra nézésre már abszolút értettem, hogy mit akart a költő, úgyhogy most már sokkal boldogabb vagyok, és sokkal jobban is szeretem ezt a filmet. Na, ez érdekes nagyon. Ez, akkor lehet beszélni megint, igen. Ez is egy ugyanaz a téma kb., mint amit Gina kérdezett, hogy, vagy betett fel, hogy majd beszéljünk arról, hogy mikor találnak meg a kedvenc filmek, meg hogy milyen, nem is tudom, az igen. Ilyen életkori, nem is tudom, helyzet is csomót számít abban, hogy egy film az hogyan csapódik le. Én ezt már elsőre is szerettem. Én nem hiszem, hogy egyből megjelenésekor láttam, mert akkor 14 éves voltam, de még biztos, hogy a Batman filmek előtt, tehát 2004 előtt, kb. Akkor, mint az Eternal Sunshine szerintem. És akkor már volt egy ilyen enyhe kult szaga ennek a filmnek, az biztos, tehát nem úgy jutott el hozzám, hogy semmit nem tudtam róla. És elsőre is baromira szerettem, és most is baromira szerettem. De a kettő között nem néztem újra, pedig nekem is azért így nagy kedvencem tényleg. Akkor ezt a filmet sem fogja gyalázni senki most a podcastban, az jó. Pedig erre volt esély, mert azért nem vannak ellenlábasai tényleg. Hát igen, de pont ez az egyik ilyen dolog, ami miatt ugye ismert, hogy mekkora botrányfilm, meg hogy Amerikában ezt a legdurvább ratinget, ezt az NC-17-t kapta. Bár ez is egy olyan dolog, hogy már több mint 20 éves, de... Uh-huh. Hogyha ma készülne el, akkor senkinek a szemem sem röbbenne miatt. Igen. Ez a nagyon, nagyon durva erőszak, amit mindig felhoznak, ez... Nem tudom, hogy van ez a szó, de hogy igen, de érzéketlenné váltunk már így az erőszakra, vagy legalábbis az inger küszöbünk az magasabban van, mint 2000-ben volt. Ja. Igen, és ezt ugye tudjuk, hogy, vagy hát nem tudjuk, nem biztos, hogy mindenki tudja, de ugye ez egy könyv alapján készült, és amit mindig felhoznak, hogy a könyvben mennyivel több az erőszak, meg mennyivel explicitebb, és mennyivel durvább, és még mindig nem olvastam el sajnos a könyvet,
de tényleg ahhoz képest így pár fűrészes jelenet, meg egy kis baltázás, meg ilyenek, ugye nem sokkal a fűrész előtt jött ki, ami ugye elindította ezt a nagyon erőszakos undi horror hullámot, és ugye az most már így mindenkinek teljesen felvitte az inger küszöbét, szóval érdekes lehetett 2000-ben felnőttnek lenni, az jön le belőle. Igen, a könyvet Bret Easton Ellis írta. András, te esetleg olvastad? Nem. Akkor ez egy nagyon jó podcast, ez én sem. Ilyen féllábú podcast lesz, igen. Nem tudom, lehet-e legitim módon beszélni erről a filmről, amelyik, hogy olvastunk volna Bret Easton Ellis-t. Egyébként semmit nem olvastam sajnos őtől, pedig én is úgy vagyok vele, hogy nagyon szeretném, meg szerettem volna annak idején is. Igen, amikor kijött ez a könyv, nálam 94-ben jelent meg magyarul, akkor én még 10 éves voltam, úgyhogy még nem voltam a amerikai pszichóra felkészülve, tehát hogy akkor még nem abszolút nem hallottam róla. Kb. Amikor ez a film kijött, szerintem én akkor így ismertem meg a Bret Easton Ellis nevét, hát de hogy így is. Valahogy nagyon nem... Azt tudom, hogy nem volt vonzó, mert úgy, egy kíváncsiság volt bennem, hogy mi lehet ez a botránykönyv, amiről ennyit beszélnek, de közben meg annyira mégsem vonzott, hogy így beleolvassak, aztán azóta meg a Bret Easton Ellis egy ilyen full ellenszenves figurává vált így a egyéb ilyen közéleti nyilatkozatai alapján, úgyhogy azért nem is akartam már bepótolni. Meg a másik nagy dolog, ami az ő nevéhez kapcsolódik, ez a vonzás szabályai, az a magyar címe, a Rules of Attraction. Igen. 2002-es ilyen, hát nem tudom milyen film, ilyen sötét tínédzser. Nem láttam. Ti láttátok? Nem. Én azt megnéztem, és ugyanúgy mit akart a költő, tehát ugyanaz volt az élményem bele kapcsolatban, de azt is újra kéne nézni. Most azt akartam mondani, hogy ezt, ahhoz nincs kedvem azt újra nézni. Az is szatirikus így a tínédzser életkorral szemben, vagy hát így dekonstruálja az ilyen tini romkomokat szerintem. Ez az elképzelésemről legalábbis így Bret Easton Ellisből kiindulva, de sajnos sose láttam. Arra emlékszem, hogy mindenki nagyon unatkozik benne. Ja, akkor... Igen, a Bret Easton Ellisnek a korai könyvei, amiket befutott, azok pont ilyenek voltak, hogy így ráérez arra a tínédzser életérzésre, meg fiatalkori életérzésre, amit a felnőttek nem igazán értenek, és így elutasítanak, és nem is, emiatt így csomószor nem is volt jó a fogadtatása a könyveinek, de ugye kulcs siker lett a korosztályban, amiről szól. Ez a könyv, illetve még inkább a film, az pedig abszolút ez a juppi témába, ezért tenyerelt bele, tehát szerintem a 2000-es évek elején a előző adásban emlegetett, meg majd biztos ebben az adásban is emlegetjük, ez az ilyen mindfuck filmek divatja mellett abszolút az ilyen juppi, a jó sorsában elégedetlen és különböző jó, erőszakos... Nem tudja, mit csináljon. Igen, és különböző erőszakos dolgokba bele csúszó felső középosztálybeli vagy gazdag embereknek a szenvedései. Ennek is nagy divatja volt. Ezt a filmet oda lehet tenni a Harcosok klubja mellé. Igen, meg az amerikai, meg a... Na, amerikai szépség mondani. Is. Igen, a mellé hát is. Csak a Fight Club azért jobb, mert az is mindfuck. Igen, abszolút. Nagyon hasonló. Igen, ez egy ilyen nagy Venn diagram, hogy mit jelent férfinak lenni, abban benne van mind a három, és melyik mindfuck. Az benne van az amerikai pszichó is, meg a Fight Club is. Aha. Igen. És ebben megvan Christian Bale. Viszont Csina, te még nem mesélted el akkor, hogy te neked mi a történeted ezzel a filmmel, mert akkor mondtad, hogy viszonylag friss a rajongásod. Igen, én ezt láttam valamikor tinédzser koromban, középiskolás koromban, akkor először, és ez ilyen obligatori film volt, hogy szerintem nem is én választottam, hanem volt egy ilyen középiskolás filmklubunk, ahol a filmklub vezetője nagyon szerette az IMDb top 250-et, vagy 150-et, és ebből hozta a filmeket, mentünk fentről lefelé kb. Meg ilyen hasonló legjobb filmek XY-nak, szóval nem volt túl sok saját ötlete, de ez volt az egyik ilyen film, amit pont behozott. És ugye megnéztem, és tudtam, hogy ez egy olyan film, amit szeretni kell, meg ez egy ilyen jó, vagy legalábbis ez jött le belőle, és nem értettem én sem, szóval, hogy wow. Nekem nem jött át például az, hogy a film az eléggé
nem tudom, ilyen 90%-ban explicite megmondja, hogy nagyon sok minden, ami ebben történik, az nem is történik meg. És így elraktam egy csomó időre. Aztán megnéztem így kb. 20 évesen megint, akkor már így valamennyire többet értettem belőle, de továbbra sem érintett meg. És aztán így, aztán elkezdtem dolgozni, meg elkezdtem felnőtt lenni, meg elkezdtem felnőttek között élni. Jó, most már én is eléggé, most már én egy ideje voltam felnőtt ahhoz, hogy ne beszéljek a felnőttekről úgy, mint mások, de tényleg ez a bekerülni egyrészt korporát környezetbe, másrészt pedig egy olyan környezetbe, ahol vigyáznod kell magadra, meg hogy mit mondasz, meg az imidzsedre, meg hogy most már nem tanítónéni fog a körmödre vágni, hanem itt következménye is lehetnek a dolgoknak. És akkor így ez így hirtelen az, hogy felnőttem, meg ez a film, ez így nagyon jól összefonódott, és így kinyitott bennem valamit, hogy oké, rendben, ráadásul a legutóbbi megnézés, ugye most emiatt meg nyilván újra néztem, ez pedig előhozott még újabb dolgokat, szóval majd erről is beszélhetünk. Jó. Igen, szóval egyre följebb és följebb kíváncsi vagyok, hogy a következő 5 év múlva mit fogok belőle elhozni. Hol kezdjük ezt a dolgot? Mert azért tényleg rengeteg beszélni valónk van, már csak önmagában így a filmnek a text szintjén is, és akkor még nem is hoztuk szóba tényleg az, hogy kinek milyen életkorban mi csapódik le ebből. Christian Bale az egy tök jó téma szerintem, és bár már néztünk vele filmet, ez az Új világ volt Terence Malick-től, de azért ott így egy hangsúlyos mellékszerepe volt inkább, és megálltunk megdicsérni, de azért nem igazán mentünk bele a karrierjébe. Most azon főszereplő, úgyhogy itt az alkalom, hogy András így szerintem végre elengedjük azért, hogy mennyi sok gátakat és Christian Bale iránti rajongásunknak zabolátlanul teret adjunk. Érdekes, nem tudom, hogy vagy vele, Gina. Igen, én is kíváncsiak, mert hogy ő, na, akkor jó. Mert hogy amúgy ő szerintem, nem azt mondom, hogy kontroverziális, de hogy hallottam azért sok olyan véleményt, aki annyira nem szereti a Christian Bale-t, mert hogy ilyen túl, tehát ez az ilyen túl a metód színészet túlerőltetése miatt sokan kicsit ilyen mesterfértek hát tartják. Most is rengetegszer gúnytűznek ebből, hogy így talán most földön kívül itt játszik, akkor vajon mit vállal be a metod acting kedvéért? Levágja az orrát, vagy nem tudom. igen. De nekem tényleg gyerekkorom óta kedvencem, tehát így a kedvenc családi filmünk volt a 94-es Kisasszonyok, és így abban szerintem így végleg megpecsételődött az, hogy én mindig is szeretni fogom a Christian Bale-t, de még előtte is ott volt a Rikkancsok, meg a Napbirodalma, amiben még gyerekként szerepelt, és hát igen, tök érdekes, hogy igazából ez az amerikai pszichó, ez egy szerintem nagyon-nagyon nagy váltás az ő karrierjében, és egy nagyon komoly fordulópont, mert előtte volt a gyerek színész, kamasz színészből elkezd felnövögetni, már elkezd ilyen merészebb szerepeket vállalni, mondjuk a Velvet Goldmine, vagy merészebb filmeket, de hogy ez volt az, amivel bejelentkezett, hogy én valami tök másra is képes vagyok, mint amit eddig mutattam, és biztos, hogy gyökeresebb más irányt vett volna a karrierje, hogyha nincs az amerikai pszichó. Tuti biztos, igen. Igen. Meg itt kezdi azért, hogyha arról beszélünk, hogy mi indított el a karrierjét, tényleg ez volt a fő próbája Batmanre is később. Igen. A szerep is nagyon hasonló, meg egyáltalán az, hogy jó, hogy ilyen komoly csávó ez a Christian Bale. Igen, tök érdekes lehetett, pár évvel korábban volt, csak hogy a Pocahontasban volt, meg ugye az ilyen egyéb Disney filmek, mint a Newsies, és mindig olyan érdekes, amikor egy színész ilyen nagy fordulatot vesz, akit ismertek valami miatt, és utána nagy fordulatot vesz, és pont egy ilyen film, pont egy ilyen véres botrányfilm, ez biztos olyan érdekes lehetett az akkori közönségnek őt így látnia. Mondom, engem ez teljes mértékben sokkolt, pedig tudtam, hogy ez az amerikai pszichó, ez majd ilyen véres, vagy brutális film lesz, tehát fel voltam rá készülve, de hogy akkor is, hogy az én gyerekkori legjobb barátom, a Christian Bale, most egyszer csak egy ilyen full kigyúrt, iszonyatosan taszító és félelmetes figura,
aki izé baltával gyilkol embereket, és közben izé véres arccal röhög, tehát hogy így ez így nagyon-nagyon ez ki kellett hevernem utána. Nagyon durva az arc. Én ezelőtt még nem tudom, mennyire játszott amerikai szerepeket, de itt ugye erről is híres, hogy az akcentusokat milyen tökéletesen tudja elsajátítani, és aztán még így az interjúkban is azzal az akcentussal beszél, amiben a szerepet játszottam, hogy ne zökkentse ki bele az újságírókat. Itt szerintem egy picit még az érződik egy-két jelenetben, hogy túl tolja az akcentus, bár ott az is szempont, hogy valószínűleg ott tényleg tudatosan is így fel strófolja a saját izéje, kicsit túl artikulálja a szöveget, mert az a szerep, amit eljátszik maga a Patrick Bateman is. Ezen kívül meg tényleg ez már az ilyen method acting-jének a nem is tudom, első megnyilatkozása, vagy megnyilvánulása, hogy tökéletesre gyúrja magát, és ilyen, abszolút egy ilyen emberi görög szoborrá változik. Elméletileg követte ugyanazt a rutint, amit Patrick követett. A reggeli rutinokat. Igen. Ami egy olyan rutin egyébként, ami 2000-ben biztos egy nagyon érdekes dolog volt, de benyomod a YouTube-ot, megnézed a trending page-et, és tele van ugyanilyen videókkal, csak valószínűleg kevésbé pszichopatákkal, vagy hát ki tudja, akik így ugyanúgy végigvésznek a 12 pontos skincare rutinjukon, és hát igen. Azért lehet, hogy ők is pszichopaták az alapján. Igen, erre gondoltam, hogy meg lehetne csinálni az amerikai pszichóizé modernizált változat az influencer közegben, igen. Tuti biztos, abszolút meg lehetne csinálni, tényleg. Rohadt jó lenne. Ja, és akkor igen, tehát egyébként itt András most így kapaszkodj meg, és Gina, egy perccel szükségünk van, hogy ellamentálassunk saját életünkön, mert a Christian Bale ezen a ponton 26 éves volt, amikor ezt a filmet forgatták. Én is csatlakozok hozzátok, mert most már sajnos én is értem ezt a kort, szóval én is úgy ültem lenézni, hogy oké. Patrick maga is 27 éves, igen. És így igen, átgondoltatja az életet mindenkivel. Christian Bale egy ilyen felfoghatatlan figura tényleg, hogy így. Szerintem abszolút tökéletesen néz ki, mint ember, tehát amennyire egy férfi tud kinézni, tökéletesen ő azt elérte. Főleg ebben a filmben. Meg hát ugye a emellett meg tényleg ez a színészi dedikáció, amit nyújt, az meg így, hát igen, ellenmondásos, de azért szerintem csodálatra méltó is egyben. Az egyik ilyen, most így hadd meséljek el egy ilyen triviát erről a filmről, ezt átadom a szót, de a Mary Harron, a rendezőnek az audio kommentáriában, amit a DVD-re csináltak, elmeséli, hogy abban a jelenetben, amikor, amiről már biztos, hogy lesz külön szó, mikor a névjegykártyákat csereberélik, és meglátja a legkirályabb névjegykártyát ever, és így ráközelít a kamera, és így elkezd izzadni. Na hát azt nem tudom, hány szó vették föl, de azt mondta, hogy minden egyes felvételkor, mintha parancsra kellett volna, elkezdett izzadni Christian Bale. Oh. Amikor kellett. Hogy az Istenbe? Igen, nem tudom. Most, tehát amikor 38 fok van kint, akkor elhiszem. Tehát akkor még, most még nekem is menne, hogy kiteszem a lábam az ajtón, és én is parancsolra el tudok kezdeni ízani, de gyanítom, hogy nem ugyanaz a szituáció a kettő. Na jó, átadom a szót, csak ezt muszáj elmesélnem. Érdekes, hogy így azért azóta, tehát amióta én először láttam az amerikai pszichót, már tényleg nem tudom, legalább fél tucat zseniális Christian Bale alakítást láttam, de hát, hogy még többet. Kevés az olyan szerepe, amit ne szeretnék, vagy az olyan alakítás, amit ne szeretnék, és elég sok olyan van, amiért pedig teljesen rajongani tudok, és amiben elég sok oldalát meg tudtam mutatni, meg hogy tényleg sokat fejlődött még azóta, meg árnyalódott, meg érett, meg ilyesmi. És így lehetett volna az, hogy most visszanézem így utólag, és akkor az a verdiktem, hogy így, hát igen, látszik, hogy ez a kezdőpont, és aztán innen már csak felfelé vett a karrierje, de nem, most így megnéztem, és azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy ez az egy, nem tudom, ez a legjobb alakítás, vagy az egyik legjobb. Még úgy is, hogy azóta tényleg zseniális alakításokat nyújtott, mert hogy egyszerűen, amit ahogyan a Patrick Batemannek ezt az elképesztően sok tónusát megragadja, hogy az egyik pillanatban full szatírát nyom, a következőben egy horror gonosztevő,
Egyszerre, ahogy mondott Péter, így fizikailag egy ilyen görögfélisten, de közben meg visszataszító, meg azt érzed, hogy így egy emberi roncs, akinél ez csak egy máz, és így bármelyik pillanatban így darabokra hullhat, a legkisebb ilyen, nem tudom, sértéstől, tehát hogy ezt a sokféle oldalát ennek az ilyen pszichopata gonosztevőnek ilyen jól meg tudja ragadni, és hogy egy ilyen egységes karaktert formál belőle, aki így a morális személyiségbeli és mindennemű ürességnek a megtestesítője, és egy-egy pillanatban mégis tudsz vele talán azonosulni, ez egészen, ez szerintem ilyen lenyűgöző teljesítmény. Most teljesen padlót fogtam tőle, pedig tényleg arra számítottam, hogy majd így elismerem, hogy igen, itt kezdődött a szárnyalása. Egyébként ide érdemes megjegyezni azt, hogy csak így kíváncsiságból megnéztem, hogy milyen díjakra jelölték a filmet, vagy a színészeket is, vagy akárkit. No. És kb. Semmire. Mármint, hogy ilyen kisebb díjakra, meg ilyen horror díjakra, meg hasonlóakra, igen, de nagy nevek, meg még akár az ilyen közepes nevek, akiket mondjuk nagy közönség nem ismer, semmire. Szóval nagyon érdekes, hogy ez is egy olyan film, amit így az utókor karolt fel. Valamennyire. Ez nagyon-nagyon furcsa. Miért lehetett ez? Még a múlt heti filmünket is jelölték legalább két Oscarra, ugye a forgatókönyv, amit meg is kapott, meg a két Winsletet jelölték, mint színészt. És mondhatjuk, hogy Jim Carreyt kikosarazták, de ott azt lehetett tudni, hogy ott valamiért nagyon pikkelt rá az akadémia már évek óta. Hát szinte mindmáig ellen szembes vele szemben az akadémia. Igen. De hogy ez meg... Ja, nem tudom, hogy vajon itt az amerikai pszichónál az volt-e, hogy így mindenki valami másra számított, és senki nem arra, ami maga a film, és amiért hát lehet, mindenki... Hát lehet, hogy ők is úgy néztek, mint te annak idején, hogy nem érték, mit tudnak ott a költ. Igen. Mert se nem slasher, se nem tudom, komoly prestige film, hanem ilyen, egy ilyen furcsa egyveleg. Lehet, hogy az volt. Vagy egyszerűen hát csak túl durva volt akkor az akadémiának. Légkörben pedig. Tehát tényleg annyira sok hasonló film volt, tényleg amiket mondhatok. Annyira belepasszolt ebbe a trendbe, amit a ezredfordulón produkált Hollywood. Én nem értem, hogy nem esett le az embereknek, hogy ez ugyanolyan film, mint a többi. Igen, de közben a harcosok klubját se jelölték agyon. Tehát, hogy ezek közül... megíthették volna. Jó, hát egy év választja el a kettőt. Nem, ilyen gyorsan nem értenek meg dolgokat Hollywoodban. Tehát, hogy szerintem ebből a műfajból, vagy ebből az ilyen társadalomkritikus műfajból az ilyen, nem tudom, szépelgőbb verziókat, vagy az ilyen patinásabb verziókat, mint az amerikai szépség volt, azokat hamarabb elfogadják, mint az ilyen, nem tudom, véresebb, lucskosabb, nehezebben megragadható filmeket, mint a Harcosok klubja, vagy az amerikai pszichó. Szóval lehet, hogy tényleg egyszerűen csak az volt az oka, hogy ránéztek, hogy ez valamilyen véres baromság, és így ennyivel elintézték a dolgot. Vagy hogy túl botrányos nekünk, nem tudom. Igen, lehet. Igen. Meg lehet az is, hogy kevésbé volt nekik relatable, mint egy csomó ilyen mindfuck filmek is, meg ezredfordulós filmek is, mert milyen embereket látunk ebben? Csupa-csupa New York-i juppit, a New York-i juppik barátnőit, meg néhány homeless ember, meg prostituált, meg hasonlóak, és így igen. Azért tudjuk, hogy Hollywoodban, vagy legalábbis így a hollywoodi award circuiten eléggé szeretik saját magukat látni az emberek, és vagy nem akarták bevallani, hogy magukat is látják valamennyire, vagy pedig így teljesen elutasították ezt a részét. Még lehet, hogy az is furcsa volt a kor nézőjének, hogy ez 1988-ban játszódik, és az így a múlt, de nem túlságosan közel múlt ahhoz, hogy indogor legyen az, hogy ez miért a múltban játszódik. Mai szemben már az, hogy valami 30 éve játszódik, az tényleg period, az már kosztümös kategória gyakorlatilag. Igen. Meg még egy dolog, hogy most arra gondoltam, hogy tőzsdéfilmek voltak népszerűek korábban, mint a Tőzsdecápák, vagy akár a Glengarry Glen Ross, ami nem tőzsdés, de hogy hasonlóan ilyen öltönyös üzletemberek, vagy ügynökök szenvedései, meg harcai, hogy így lehet, hogy egyszerűen tényleg arról van szó, hogy ez maga a Patrick Bateman karakter volt az, ami így visszatetsző volt a nagy közönségnek, vagy akár az akadémiának. Tehát, hogy azért még a Tőzsdecápában is ott van a Charlie Sheen, aki a kis újonc, lehet neki szurkolni, és a Michael Douglas jó, őt lehet kellően gyűlölni, mert ő a gonosz, és de közben fel is nézzünk rá, és ez egész ilyen glamúros. És ez nekem most az jutott eszembe az amerikai pszichóról, hogy így egyáltalán nem glamúros az a gazdag tőzsdés juppi élet, amit bemutat, hanem ilyen,
hanem tényleg ilyen visszataszító. Tehát hogy szerintem nem azokkal az eszközökkel játszik, mint mondjuk a Scorsese évekkel később a Wall Street farkasába, hogy így először elcsábít, hogy milyen menő és vagány, és milyen fancy így ebben a rongyrázó életben élni, és aztán szép lassan felfedi, hogy milyen rohadt az egész, hanem nekem itt az első perc az utolsóig egy ilyen steril, ellenszenves, üres élet, üres, amit az összes szereplő él, és ez biztos, hogy megint nem egy nézővonzó koncepció. Hát az amerikai szépség, basszus. Vagy abban volt ilyen relatable karakter? Hát szerintem sajnos úgy emlékszem, hogy tudtam azonosulni a főszereplővel is annak idején. Akkor az a korabeli Oscar szavazók is, oké, érthető. Te igazából te magad vagy a korabeli Oscar szavazó. Igen, de az amerikai szépség ott tényleg az everyman van. Nagyon sok amerikai lakik szuburbiában, ez aki igaz. Apuka, meg tínédzser fiú, meg hasonló, és ott lehetett azonosulni. Itt viszont tényleg csupa-csupa robotokkal van betöltve a film, plusz Willem Dafoe, aki nem. De meg teljesen jelentéktelen abból a szempontból, hogy így milyen hatása van a cselekményhez. Azt hiszed, hogy ő lesz az, aki majd megszorongatja, de tökre nem. Valóban. Viszont így tényleg visszatérve ide, hogy robotokról van szó, és mostani nézésem alapján vettem észre egy csomó ilyesmit, hogy Patrick olyanokat mond, hogy megkérdezi tőle Reese Witherspoon, hogy mit csinál valamit, és teljesen felkapja a vizet, és azt kiabálja, hogy because I want to fit in. És tényleg erre alapozza az egész rutinját, mindent, amit csinál, mindent, amit nem csinál, hogy a többiek, hogy egy akar lenni a többiek között. Igen. Így olvastam ilyen triviákat is róla, hogy például ugyanazt a szemüveget hordják mindannyian. Meg hát nyilván ott van a nagyon híres névjegykártya jelenet is, ami, hogyha csak egy másodpercet is belegondolsz, hogy a árnyalatokkal alig másmilyen fehér kártyáikat mutogatják egymásnak. Ez pont egy olyan dolog, ami nekem régen nem jött le, de most így annyira tökéletes, és annyira jó. Igen. És így ténylegesen nagyon illusztrál. És egyébként ez az, amit most elhoztam belőle, hogy Patrick mennyire a többiek közé akar tartozni, és hogy emiatt miket csinál, hogy mennyire hogy mekkora robot ő is, azt nem mondom, azt nem tudom kijelenteni, meg a film se jelenti ki, hogy ő maga csinálja magát ilyen robottel, vagy pedig így született, és emiatt jutott el ide. Aha. Meg azt, hogy mennyi insecurity-e van. És egyébként azt is olvastam, hogy a rendező, ő mondta is, hogy nagyon reméli, hogy Patricket senki sem fogja ideálisnak tartani, vagy az életét ideálisnak tartani, hanem hogy azt hiszik el a nézők, hogy ő mekkora lúzer. És ez is egy olyan dolog, amit ugye egy szinten mélyebbre kell nézned, hogy ezt így felfogd, mert hát mit csinál egy felhőkarcoló tetején csücsül, vice president, van egy tök jó apartmanja, de közben a nevére senki sem emlékszik, és senki sem tudja, hogy ki az a Patrick Bateman. És tényleg egy a sok közül. Igen, folyamatosan összekeverik a másokkal, akik egyébként a film is pont ugyanúgy néznek, tehát sikerült úgy összeválogatni ezt a színészgárdát, hogy így minden öltönyös, fiatal, késő 20 éves, kora 30-as fehér színész pontosan ugyanúgy néz ki. Jó, felismerjük, hogy igen, ő a Josh Lucas, ő meg a én a Josh Justin Lucas soha semmiben nem ismerem föl, ezt szeretném kikerni magamnak. Értettem, visszavonom. De igen, Jared Leto-t azért felismertem. Meg Justin Theroux-t is most már felismerjük szerintem. De hogy alapvetően így fontosan összekeverhetők ezek a szereplők, és a filmen belül is összekeverik őket, tehát rengetegszer van, hogy így más néven nevez. Mert hát el is hangzik, hogy ugyanahoz a Borbélyhoz járnak, csak az én hajvágásom egy picit jobb. Igen. Ilyen apróságokban különböznek itt is, mint ugyanúgy, mint a névjegykártyánál. Igen. És tök érdekes az, hogy nem fogjuk így összevetni mélyen a filmet a könyvvel, mert hogy egyikünk se olvasta, de a Bret Easton Ellis egyébként utólag lenyilatkozta, hogy ő azért elég rendesen magát írta bele a Patrick Bateman karakterébe, abban az értelemben, hogy az az életmód, amit ő ért a 80-as években, az az ilyen
felszínes élvezetek üres hajszolása, hogy ez erre próbált így utólag reflektálni. Tehát, hogy nála azért itt volt egy erős azonosulás a főszereplővel, és aztán nyilván azt tágította ki ilyen pszichopata irányba. De egyébként a korábbi könyvei is, csak ugye más életszakaszait filmben írja bele a könyveiben. Igen, igen, és hogy ezzel szemben meg ugye itt van a Mary Harron, a rendező, és a társforgatókönyvírója, meg a Guinevere, vagy Guinevere Turner, hogy ők meg kifejezetten arra mentek rá, hogy jó legyen egy ilyen klinikai távolságtartás ettől a karaktertől, és inkább egy ilyen, ahogy a Gina mondta, egy lúzernek állítsuk, hogy a film végére tényleg egy ilyen abszolút béna figurának tűnjön, aki így verejtékezik, kínosan röhög, kilóg a közegéből, de nagyon meg akar felelni, és ilyen szánalmas legyen. Igen, de ez tényleg csak akkor jön elő, amikor belegondolsz egy icipicikét is, mert felszínen azt látod, hogy megy vacsizni, hogy van szeretője, van egy menyasszonya, van egy jó lakása, bár nem annyira jó, mint Paul Ellené. Legalábbis a prostituált szerint. Igen, 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 igen. És egy ilyen egészen jó élete, amíg ugye nem nézel a felszín alá valamennyire. Egyébként az, hogy az influencerekkel mennyire jól meg lehetne csinálni mostanában, az olyan szempontból is igaz, hogy ugye ez a beilleszkedés dolog, hogy próbál beilleszkedni a többiek közé, de közben meg ugye Jared Leto karaktere, Paul Ellen, ő viszont kiemelkedett belőlük, az ő nevét soha nem rontja el senki, ő megkap valami nagy accountot, a kegyelt lesz, meg hasonló, és ugye Patrick is ezért keresi az ő társaságát, még annak ellenére is, hogy képtelen megjegyezni, hogy mi az ő neve, mármint, hogy Paul Ellen Patrick nevét. És nagyon érdekes az szerintem, hogy mennyire szabad kilógni, vagy mennyire kellene kilógni a többiek közül, de még úgy, hogy benne maradj abban a foldban. És ez influencerekkel tök jó lenne, mert látjuk a sok, most nagyon boomer leszek, de látjuk a sok-sok ugyanolyan Insta influencer, de néhányaknak van valami flavorje, ami miatt kiemelkednek, és szerintem ez volt itt is. Csak ez érdekes. Itt az es években. Igen. Az a baj, abszolút nem vagyok képben így az influencerekkel. Az Instagramhoz is öreg vagyok, de ez tök jó, amiket mondasz tényleg. Jared Leto-ról csak egy gyors megjegyzés, hogy Jared Leto minden erőszakos és juppikról szóló ezredfordulós filmben azt a karaktert játsza, aki túl teljesít, és ezért porró kell járnia. Tehát a Fight Clubban is ő volt az, aki nagyon ezért durván tolta a Fight Clubkodást, és akkor megverték. Meg ott is bele kell illeszkedni a tömegbe, az a lényeg, hogy ez nem szabad kiemelkedni az arcoddal a katonaságból, ugye ott a seregből a Fight Club tagjai közül. Igen. Tényleg Jared Leto, vajon itt kezdte el a method actinget Christian Bale miatt? Ezek gondolkoztam közben is, mert hogyha igen, akkor Christian Bale-nek szárad a lelkén egymás. Ez tudom, hogy nem tudsz, hogy a Jared Leto igazából ennek a filmnek a karaktere. Tehát, hogy ez pontosan pont arra szó, hogy irigykednek egymásra a túlteljesítők. Pont erre gondoltam, hogy ha ez a film arról szól, hogy a törékeny férfi egó mennyire nem bírja elviselni, hogyha valaki más, nem tudom, igen, sikeresebb nála, és akkor a Jared Leto ebbe a filmbe látta, hogy a Christian Bale mit művel, és azt mondja, hogy akkor az életemnek arról kell szólni, hogy ezt felülmúljam. Wow. Tényleg. Igen, úristen, ebben nem is gondolok bele, mert utána eljátszott egy Jokert, és a Christian Bale meg egy Batman-t. Még találkozhatnánk, bármi megtörténhet most már, majd a Flash movie után majd ezt is fogjuk látni, csak pénz kérdése. Igen, tényleg, úristen. Sőt, tovább megyek, ugye a Christian Bale 2010-ben Oscart nyert azzal, hogy ez így teljesen lefogyott. És így drogos lett ugye a The Fighterrel. És akkor ugye a Jared Leto-nak is erre gyorsan válaszolnia kellett a Dallas tényleg. Buyers Club-bal 2013-ban, szóval... Tényleg. Tényleg, akkor mindig egy lépésre van maradva. Úristen. Igen. Milyen frusztrált lehet.
Azt jutott még eszembe ezekről a bankárokról, akik a filmben játszanak, látszódnak, hogy mindegyikük úgy néz ki, mint a Donald Trump Jr. Igen, egyébként nem tudom, hogy észrevettétek-e, de Donald Trumpot megemlítik többször is, mint ilyen ideát. Csak a, nekem csak az tűnt fel, hogy az Ivana Trump az akkori felesége benne van, de az Donaldot nem figyeltem, tényleg? Igen, amikor már nem tudom, hogy kiverül egy autóban Patrick, de mennek végig New Yorkon, és feljön egy ilyen másodpercre ilyen Blink & Jumicy, de ott van benne. Meg hát nyilván most már érzékenyebb az ember az ilyen említésekre, úgyhogy meg lehet jegyezni. Nekem csak az volt meg, amikor abban a szuper fancy étteremben rámutat egy nőre a Paul Allen, hogy az az Ivana Trump, és akkor tényleg így elájulnak, hogy ott van az Ivana Trump, és persze nem ő az. Meg fun fact, ha már itt a Trumpok. Ivanka, tehát ennek az Ivánának a lánya, az Ivanka Trump, azt mondta egyszer állítólag, hogy neki a férfi ideája ebből a filmből a Christian Bale. Ajjaj. És én szerintem nem csak a fizika mulyára gondolt, attól tartok. Oh, wow. És hát a fejére a Jared Kushner, tehát azért is hasonlítsuk össze. Ezért én biztos vagyok benne, hogy ott a broker milliárdos körökben a Patrick Bateman az egy ilyen aspirációs figura, amit összegény mérőherőn a kardjába dőlne, ha tudná, de biztos vagyok benne, hogy van. Ez pont ugyanaz, mint ahogy a Fight Club is egy ilyen maszkulin férfiak vagyunk, a Fight Club a kedvenc filmünk izélet jelenség. Ugye mostanában a nagyon durva Joker fanok. Csak egy kicsikét más irányból. Igen. Ó. Oh. Igen. Mondjad. Mondd. Ja, csak az itt eszembe, hogy ez valószínűleg olyan dolog volt, ami még így 2000-ben 16 éves fejjel abszolút nem esett le, hogy tényleg a maszkulinitásról mit mond ez a film, meg erről a ilyen törékeny férfi egóról, hogy hogyan próbál kompenzálni, hogy például az a tömény szexizmus, amivel ő viseltet így a környezetével szembe, tehát ugye a Chloe Sevigny karakterjét állandóan lecseszi, és megmondja neki, hogy hogyan kéne öltöznie jobban, meg ugye ahogy a klubban a kollégáival vagy a társaival beszélnek a nőkről. Milyen, hogy nem is tudom, mi kell mondanod, de nagyon minden nő ostoba, nagyon konkrétan kimondanak ilyen szava, ilyen gondolatokat. Igen, tehát hogy az később aztán ténylegesen meg is öli a nem tudom, prostituáltakat, meg azokat a nőket, akiket felvisz magához, tehát hogy egészen konkretizálja a film ezt a nőgyűlöletet, vagy szexizmust, vagy bárminek is nevezzük, de hogy még az előtt is jó, vagy gyakorlatilag a film első jeleneteitől kezdve teljesen nyilvánvalóvá teszi, hogy mit képvisel ez a főszereplő, és szerintem ez is így 2021-ből már még inkább, vagy még könnyebben értelmezhető, mint akár 2000-ben, amikor még azért ezek abszolút nem voltak így a közbeszédben. Hát meg ezzel kapcsolatban az a jelenet, amikor ülnek egy vacsora asztal körül, sok ilyen egyik jelenet, ahol ad elő egy monológot arról, hogy női egyenjogúság, hogy melegek egyenjogúsága, meg mindenféle ilyen egyéb kisebbségnek az egyenjogúsága, és ilyen tökéletes retorikával ezt végigmondja. Uh-huh. Amire aztán viccelnek a haverjai, hogy hát persze, mert a barátnője egy ügyvéd. De hogy mostanában ezeket, amikor így előjön a fake feminist mennek a jelensége 2021-ben, amikor tudjátok, jön a milkshake-dakkozás Twitteren, amikor valakit elkezdenek isteníteni, meg hirtelen mély karakter lesz, és aztán kiderülnek róla mindenféle rossz dolgok. Szóval, hogy ez itt ténylegesen egy mostanában már egy elég széles jelenség lett, és hogy milyen tökéletesen megmutatják ott, hogy igen, beszél arról, hogy ő mekkora feminista, mekkora jogvédő, és közben pedig a következő jelenet azt hiszem az, amikor megmondja Jean-nek, hogy a magas sarkút és jobb ruhákat. Úgyhogy azt nagyon szerettem. Mm-hmm.
Igen, igen. Pontosan tudja, hogy mit kell mondania abban a jelenetben, mármint amit most említette, hogy pontosan tudja, hogy hogyan kell fogalmazni, és igen, ez tényleg így ma is szerintem megvan, hogy nem tudom, ezért nem lehet ilyen egyértelműen kiszúrni azt, aki nem tudom, veszélyes, vagy akivel vigyázni kell, mert hogy már elég sokszor lebuktak emberek, akik így kifelé tudtak performatívan úgy beszélni, meg olyan gondolatokat kifejezni, amik így jól hangoznak, vagy úgy hangoznak, ahogy így, nem tudom, progresszíven hangozniuk kellene, de hogy ez egy teljesen üres máz itt a Patrick Batemannél. Igen. Viszont a másik dolog ezzel kapcsolatban az az, hogy akkoriban még nem nagyon tudtál lebukni. Ugye van az jelenetünk, amikor beval mindent az ügyvédjének, vagy legalábbis az ügyvédje hangrögzítőjének, és még hogyha ugye a film az mutatja, hogy ezek nem valós dolgok, és hogy valószínűleg nem ölt meg senkit, talán, maybe, de Paul Allen biztos nem. De az ügyvédje erre nem csinál semmit, hanem úgy van vele, hogy micsoda jó vicc, és aztán tovább is mennek, és hogy még annak ellenére is, hogy ő maga megpróbálna bevallni, akkor ezek szerint ez nem tenne túlságosan sokat, és megúszná, még ha ő se akarná megúszni. Ja, igen, mert hogy ilyen ártatlan kis senkinek van beállítva, vagy úgy azt hiszi róla az ügyvédés, hogy hát ez biztos nem lehet igaz. Igen, és gyakorlatilag pont, hogy így pont beletapos abba, amit őről a legjobban fél, hogy őt egy ilyen lúzernek tartják, mert gyakorlatilag az az ellenérve, igen, hogy hát te egy ilyen jelentéktelen alak, vagy te nem ölnél meg senkit, nem lennél képes rá. És pont egyébként ugyanez az összefüggés a Harcosok klubja meg az amerikai szépség között is, hogy azért mind a három filmnek egy ilyen ártatlanul tűnőt is senki a főszereplője. Igen, és egyébként még korábban is a filmben többször van olyan jelenet, amikor így konkrétan kimondja egy-egy szereplőnek, hogy ő embereket öl, vagy hogy vagy... Mi a mennyasszonyának is elmondja, nem is figyel rá. Igen, hogy most nem figyelnek rá, elengedik a fülük mellett, félreértik, tehát hogy valamikor megkérdezik, hogy vagy mivel foglalkozik, és akkor azt mondja, hogy murder and execution, és azt úgy értik, hogy merger and acquisition, tehát hogy teljesen ez iszonyú szellemes szóvic, de hogy csomó ilyen pillanat van a filmben, amikor így nyíltan kimondja, hogy ő egyébként egy sorozatgyilkos, és így nem hallják meg, nem figyelnek rá, elhessegetik. Értitek, van az egyenlet, amikor a Paul Allent beemeli a csomagtartóba, és akkor megállítja a kollégája a taximet, és akkor, hogy honnan vetted ezt a táskát? Igen, igen. Ugye a portás is előtte látja, hogy ilyen vércsíkot húz maga utána azzal a body baggel, vagy táskával is így föl se néz, vagy így rá se néz. Yeah, yeah. Viszont jó, akkor ez egyébként egy érdekes kérdés, amit a Gina felvetett, vagy hogy akkor Gina, te egyértelműen azt mondod, hogy itt ez csak egy képzelgés, egy ilyen lázás képzelgés a Patrick Batemantől, ez a gyilkosság sorozat? Igen, én most így látom egyelőre, de pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor ezek szerintetek nem... Szóval szerintem tényleg a fejében történik valószínűleg a nagy része, de az ilyen high profile dolgok, mint Paul Allen, meg az ilyen nagyon, az undib részek, azok igen. De ki tudja, lehet, hogy valahogy mégis sikerült kielnie ezeket a hajlamait. Ugye azt mondja is, hogy talán 50 embert is megölt, úgyhogy... Ez egy ilyen tökéletesen nyitva agyott dolog, de szerintem amiket látunk, az tényleg nem történik meg. Szerintetek? Péter? Szerintem is az egész egy képzelgés. Maximum az történik meg, amikor a két prostituáltat fellévje a hálószobájába, és akkor másnap úgy távoznak, hogy össze vannak karmolva, kaszabolva. Maximum ennyi. Biztos vagyok benne. Tényleg szerintem... Erről még beszéltünk, hogy ez most mennyire szándékos a rendező részéről, de nagyon egyértelművé van téve egy csomó képi közlés formával, hogy ez mind csak képzelet szüleménye, mert kb. Egy pisztolya felrobbant egy rendőrautót, amikor üldözik a rendőrök. Meg mesztelenül rohangál egy láncfűrészsel a teli apartmanban, tehát úgy értem a társaság folyosóján, és senki nem, jó, oké, ez egész film arról szól, hogy semmi nem tűnik föl senkinek. Hát ez az. De azért basszus, hogy mégiscsak egy láncfőrészsel rohangál. És hogy
hogy a végén tényleg el is, igazából el is hangzik, szerintem ki is mondódik az, hogy ugye él a Paul ellen is, az egész házat az csak itt képzelte, hogy ő ott szétrancsírozta, tehát én számomra teljesen egyértelmű, hogy ez képzelt játéka az egész, igen. Na, akkor végre legalább vitatkozhatunk, vagy ha nem is vitatkozhatunk, de van nézetkülönbség, mert én sokkal ambivalensebben látom. Volt egy pontja a filmnek, amikor én is úgy éreztem, hogy most átfordul abba, mert nem emlékeztem már igazából az utolsó egyharmadára, hogy itt jó, akkor ez az egész képzelgés lesz, de a végén én arra jutottam, hogy egy része az, egy része már ilyen szürreális túlzás, tényleg az, amikor a bankautomatából próbál kivenni pénzt, és akkor kiírja neki, hogy adagolt be a kóbor macskát, tehát hogy ott már tényleg valami elszakad a valóságtól, és egy ilyen szürreális jelenetsor lesz, ahol agyonlő egy rakás embert. De hogy alapvetően szerintem egy csomó mindent meg lehet magyarázni a filmen belül racionális érvekkel. Tehát például akár még a Paul Allent is, amikor a végén az ügyvéd azt mondta, hogy a Paul Allennel ebédelt kétszer, hát az egész filmben folyamatosan mindenkivel összekever. Tehát szerintem az simán belefér, hogy így tökre nem a Paul Allennel ebédelt együtt, csak azt hitte róla, hogy az a Paul Allen, miközben a Christian Bale-ről is azt hitte egyszer, hogy a Paul Allen, egyszer meg, hogy az a Martin, nem tudom kicsoda. Kicsit, igen, tehát erőltetett, de szerintem megvan alapozva, hogy akár lehessen érvelni mellette. Igazából én azt gondolom, hogy kvázi mindegy is, hogy csak képzelgés, vagy egy része valódi, mert a, nem tudom, allegória, vagy az üzenet az megmarad, amit most pont a Péter mondott ki, ami szerintem a legfontosabb üzenete a filmnek, hogy így, oké, itt van egy pszichopata sorozatgyilkos, de közben körbeveszi egy olyan közösség, meg olyan társadalom, ami minimum szemet huny, vagy akár még így egyengeti is az útját. És teljesen szemtelenül és közönösen szemtanúja annak, hogy itt valaki rombol a társadalomban. Hogy lehetővé teszik ezt a figurát Amerikában, igen. Igen, igen. Hát ez szerintem benne van mind a két. Magáról erről a képzelgésről még annyit akartam, hogy Mary Harron is nyilatkozott róla sokkal-sokkal később, hogy hát ő ezt mindig is ambivalensnek szánta, és a könyv is full ambivalens, tehát abszolút nem tud eldönteni a könyvben, még kevésbé egyértelmű. Én szerintem a film nagyon sok egyszerűen vizuális nyelv eszközeivel egyértelművé teszi, hogy mi az, ami kamu. Jó, lehet vitatkozni, hogy vannak részek, amelyek kevésbé egyértelműek, vagy ambivalensebbek, de csomó mindenről meg egyértelmű, hogy tényleg csak beképzeli, mint amit mondta az ATM-mel. Ja, de egyébként én azért szeretem jobban, a magam részéről azért vonzódok jobban ahhoz az értelmezéshez, hogy itt valóságos az ő rampage-e, csak mondjuk el van kicsit túlozva ilyen, mivel nagyon az ő szubjektív szemszögéből látjuk az eseményeket, mert hogy nekem úgy még élesebb a szatíra, meg még jobban működik a szatíra. Tehát, hogyha ő valójában csak a képzeletében gyilkol, akkor azért azt nem tudom, azt mondhatjuk, hogy jó, akkor ő csak egy szegény, meggyötört ember, és mentális problémái vannak, könnyebb őt sajnálni, akár még így együtt is érezhetünk vele ott, amikor összeomlik a telefonban az ügyvédjének, és még úgy könnyebben elhelyezhetjük egy ilyen antihős fakba, és nekem így jobban tetszik a film, meg így kiélezettebb, hogyha ő ténylegesen egy gyilkos, aki átlépte ezt a vörös vonalat, amit így meghúzunk, vagy ilyen vörös választóvonalat, és hogy a társadalom még így is szemet húny, meg még így is gyakorlatilag megvonja a vállát, és azt mondja, hogy él tovább az életed. Nekem ez személyesen jobban tetszik, de ez szerintem csak egy preferencia. Igen, ez kitágítja az egész filmnek a szkópját, a mondani valóját, mert, és ez tényleg benne van, tehát a film fináléjában van az, amikor elmegy a nem tudom hova, a klubba, vagy akármi étterembe, és nézik a Reagannek a beszédét. És ott hirtelen egy ilyen nagy politikai köntöst ölt magára a film, és az egész 80-as évekről beszél egy jeleneten belül. Tehát ott fontos kontextualizálni a filmet, hogy a Reagan elnöksége megköszönhető az, hogy a kapitalizmus így el tudott szabadulni, a neoliberalizmus így el tudott szabadulni az Egyesült Államokban. Gyakorlatilag a régen elnökség tette lehetővé ezeket a 20 éves juppi bankárokat. És abban a beszédben arról magyaráz, hogy éppen a
eszkalálódik az iráni konfliktus, és valójában kiderül, hogy ők adtak el fegyvereket Iránnak. Tehát lehetővé tették a tömeggyilkosságot, miközben régen egy ilyen joviális, ártatlan figurának tűnik az Egyesült Államok választóinak a szemében. Azt is mondja róla a Justin Theroux karaktere, hogy egy ilyen ártatlan kis öreg vén ember, és hogy ez a kettősség ott is megvan, hogy közben tömegpusztító fegyvereket ad el külföldnek, hogy amit úgy feltételeznek ők a Patrick Batemanről is, hogy egy ilyen ártatlan kis nyomoronc, meg az ügyvédje is azt hiszi, hogy valaki tök más, mert a Patrick Bateman az egy ilyen kis senki, és közben meg valójában vérengzik. Tehát ugyanaz a kettősség, mint a Ronald Reagan-nel, úgyhogy ebben az értelmezésben, amit te képviselsz, András, ebben totál kap egy ilyen társadalmi kommentárt a film. Én egyébként mostanában lettem csak a minden a fejében történik fan, és ez egyébként amiatt, mert ugye mik az új bőrök, amiket le tudsz húzni a filmről, és én mostanában eléggé stresszes voltam, meg így teperő, köszönjük korona, meg egy csomó minden más is, és most az ragadott meg engem, hogy Patrick mennyire teper a státuszáért, meg azért, hogy a többiek hogy látják, és hogy ez mennyi stresszt pakol belé, és hogy ez a képzelgés, vagy legalábbis ugye szerintem képzelgés, meg a sok gyilkos vágy és hasonlóak, hogy ez mind-mind a frusztrációjának a levezetése, vagy legalábbis megpróbálja levezetni. Nyilván nem nagyon sikerül neki, ezt látjuk a film vége felé, hogy nem, még, csak még jobban belemegy a pszichózisba, még inkább lejjebb és lejjebb és lejjebb megy. Szóval igen, emiatt vagyok most életemnek ezen a pillanatán, csak képzelgés van. Ja, teljesen érthető. Valamikor kicsit egészségesebb a mentális érzőnök, hogy azt gondolom, hogy ez csak képzelet szülemény. A mentális integritásomnak jobbat tesz, igen. Egyébként nagyon durva, hogy nem csak kultikus film ez az Amerikai Pszichó azóta, hanem hogy mekkora mém gyár, nem? Igen. Nektek melyik a kedvenc kártyajelenet feldolgozás? Én most erre a műsorra készülve nagyon sokat megnéztem YouTube-on, szóval majd választok olyat, ami nem a tiétek. Fúha, nyugodtan mondjam, én nem készültem ilyen, nem úgy, de most egy sem. Szóval majd ezeket majd kitvételem akkor, hogy valami, de az OG az OG paródia, és most beszélni fogunk egy nagyon vizuális dologról, de az OG paródia az, hogy kártyák helyett ezek a régi fórum aláírás editelt gifek vannak. Szóval, hogyha használtad az internetet így ilyen 2010 előtt, akkor lehet, hogy nektek is volt ilyen chili-vilivel gamer stílusban nagyon-nagyon alacsony felbontású gifek, amiket a mindenféle fórum aláírásra be tudtatok állítani. Szóval ezeket mutogatják egymásnak, aztán van egy olyan, hogy Pokémon kártyákat mutogatnak egymásnak. Azt láttam, igen. Igen. És ez ráadásul tökéletes, mert például a csontszínű kártya, az Cubont mutatja, ki ugyebár egy külső koponyával rendelkező Pokémon, szóval az is tökéletesen részletes. Aztán van egy youtuber, aki nem csak hogy editelték a jelenetet, hanem újra is forgatták, és az pedig programozó billentyűzetekről szól, és programozó Istenem. Környezetről. Szóval ezek a toppok elsősorban, de igen, tökéletes. Mindig érdekes, erről már többször beszéltünk a podcastben, amikor van egy ilyen ikonikus jelenet egy filmben, és aztán az így kiemelődik, és önmagában önálló életre kell. Hogy ugye ebben a filmben egyértelműen szerintem a Jared Leto-nak a meggyilkolása, és az ottani Christian Bale tánc jelenet, meg ilyen mórikálás, az, ami így abszolút önálló életre kelt, meg utána véres arcán a hatalmas vigyorral. Hogy ilyenkor hogy működik a filmen belül, hogyha már így 500-szor nevettünk azon, hogy reakciógifként éppen mire tudjuk bedobni, de hogy ez a filmen belül is iszonyat vicces, az a jó abban a jelenetben, tehát hogy azért működik parádésan, mert nekem most az nyugodott le, hogy mennyire mesterien bánik a Mary Harron a szatírával, és hogy mennyire pontos tonális kontrollal kezeli a szatírát, és hogy
hogy az tényleg egy iszletosan vicces jelenet, és úgy tud creepy lenni benne a Christian Bale, hogy közben így baromi szórakoztató az a teljes ilyen valóságtól elrugaszkodott túlzó színészet, amit ott prezentál. Nagyon ritka, hogy valami úgy válik mémmé, hogy eredetileg is pontosan ugyanazt jelentette, mint ami miatt mém lett. Igen. Tehát amikor ugye a első kabátban áll, és a CD-lemezeket tartalmazó könyves polcára mutat ilyen feltartott hüvelykújjal, az is egy nagyon híres mém, ugye? Igen. És ilyen impact prototípussal fölé meg alá írt szövegekkel terjed. Meg hát a másik, ami szintén állandó reakció gif, az meg amikor a Jared Leto-val a vacsoraasztalnál beszélgetnek a nők seggéről, és akkor ez a bólogatás így csücsörít a szájában, meg vigyorog. Az is egy ilyen nagyon híres, mémesedett gif ebből a filmből. És rengeteg ilyen arca van azének a Christian Bale-nek, ami pont amiatt a szatirikus túlzás miatt ilyen eltúlzott, és tökéletes mém alapanyag. És igen. Értek, amit mondtál, hogy a Mary Harron ezt brilliánsan kontrollálja. Igen, és jó ki lehet ragadni, mert önmagában is tök látványos, mármint amit mondtál Péter, hogy hogyan gesztikulál a Christian Bale, és a filmen belül meg azért működnek ezek a túlzó jelenetek nagyon jól, mert hogy egész eddig meg azt láttuk a Patrick Batemanről, meg azt mondja magáról a töménytelen mennyiségű monológiában, meg narrációjában, hogy ő így vasmarokkal fogja a saját életét, és teljes a kontrollja, és az önuralom, önfegyelem, a teste fölött, minden fölött, ő full kontrolljában van az életének, és akkor egyszer csak még kijön belőle ez az ilyen mániákus, eszelős őrült, és aztán a film későbbi része, meg a pánik is ugyanígy esik ki belőle. Tehát, hogy itt meg a kontraszt miatt működik a filmen belül, de kiragadva meg önmagában szórakoztató. Igen. Még beszélgessünk a Mary Harronról egy picit, ha benne vagytok. Uh-huh. Jó. Mert hogy én is végig le voltam nyűgözve a film nézése közben, hogy micsoda tökéletes tónuskontrollal bír ez a film, mert hogy mondjuk például abban jelentben, mikor üldözi a prostituáltakat a láncfűrésszel, full mesztelenül, hát nagyon sok színész, meg nagyon sok rendező kezében az a jelenet, ez röhelyes lehet volna szerintem. Uh-huh. És egyébként is rengeteg, például az, amikor a Paul Allen meggyilkolja és ott táncikál, az is ugyanez más rendező, más színésszel borzasztó röhelyes lehetett volna, és így tényleg nem, a feledésben erőlt volna ez a film pillanatok alatt. És amiatt, hogy ez a rendező ilyen tökéletes arányérzékkel adagolja a szatírát, és ezek a jelentek nem fordulnak át szintiszta horrorban, szintiszta komédiában, hanem ilyen tökéletes arányt találnak el, ez elképesztő. Nem tudom, mi a titka. Igen. Mondjuk biztos segített az is, hogy ugye neki van co-writer kreditje is, szóval kézben tartotta egyszerre mind a két részét, de nyilván nem csak ez kell ahhoz, hogy ilyen sikeres legyél ebben. Eleve ilyen sötét komédiával azért kevesen merészkednek dolgozni, és Mary Harron meg nem, tehát egy filmje volt előtte összesen. Szóval ez iszonyatos merészség, meg iszonyatos tehetségre val, az biztos. Nagyon, és hát mondom, nagyon nehéz dolog, nehéz műfaj. És nagyon viszontagságos volt, mire jutott odáig a film, hogy ő ténylegesen meg is rendezheti, mert hogy viszonylag még korán... Azért picit, mielőtt belemegyünk ebbe még a Mary Harronnek kapcsolatban, egy dolgot azért szeretnék. Jó. Ha még eltérünk a témától. Hogy a film finálléja viszont tényleg szerintem sérül amiatt, hogy nem annyira ambivalens, mint a könyv. Mert hogy jó, András azt mondja, hogy szerinte mitatható, de szerintem egy csomó tényleg text szintjén egyértelművé van téve nagyon sok esetben, hogy valami csak a képzeletjátéka. És Mary Harron meg később azt nyilatkozta, hogy tök sajnálja, mert ő ezt kétértelművé akarta tenni. Hmm. Ez szerintem ez hiba. Mit gondoltok erről? Nem, csak azon gondolkozom, hogy én miért nem éreztem hibának. Tehát, hogy nekem valahogy így természetesen bomlott ki a mániának az elhatalmasodása abból, ahogy korábban láttuk a Christian Bale-t, és, vagy mármint a Patrick Batement.
és hogy nekem azért nem volt akkor ilyen bakugrás, hogy akkor itt most hirtelen már nagyon, nagyon csak egy értelmezés tenne lehetővé. Nekem talán ezért fér bele, de igazából nem tudom, ez egy jó kérdés, kifejezetten jó kérdés. Igen, meg szerintem lehet, hogy az is valamennyire benne van, hogy ők el akartak távolodni a könyvtől, így a hangulatától, meg akkor lehet, hogy akkor ilyen sztori elemekből is. Nehéz kérdés, mert hogy érted a... Egyszer akar eltávolodni a karaktertől, de azért egy csomószor meg a narrációval belehelyezkedünk a Patrick Bateman fejébe. Igen, ő szerintem végig a film alatt váltogatja azt, vagy így nagyon képlékeny az, hogy mikor vagyunk benne a Patrick Bateman fejébe, és mikor távolodik el egy picit, hogy na de nézzétek meg jobban, hogy milyen ez a Patrick Bateman, mert tökre nem olyan, mint amilyennek magát állítja. Tehát, hogy szerintem ezzel nagyon sokat játszik ilyen finoman a film. Azzal, hogy ja, igen, hogy hogyan állítja szembe a narrációt azzal, amit mi közben látunk, hogy hogyan berejtékezik a Patrick Bateman, hogy megfeleljen ezeknek a brókertársainak. Még egy dolgot akarok kiemelni a rendezésről. Én még soha életemben nem láttam ennyire kristálytiszta tűéles képet. Nem tudom, hogy ez amiatt van-e, hogy egy ilyen Blu-ray transfert látok, amikre azért gyakran szoktak rátenni egy ilyen sharpening, egy ilyen élesítés filtert, de csomószor annyira elválik a kontúrja a szereplőknek a háttértől, hogy az biztos, hogy már operatőri hatás is kellett, hogy legyen, vagy operatőri tevékenységnek az eleménye is kellett, hogy legyen, és ilyen tényleg kristálytiszta tűéles néha a kontraszt a háttér meg az előtér között. Főleg az ilyen irodai jelenetekben, meg a vacsora jelenetekben, de van, hogy néha még az ilyen háttérszereplők is, amikor egy ebédlőasztalnál, a mellettük lévő asztalonnál evő ember látjuk, még ott is érezhető ez az erőteljes kontúr. Ez megint egy ilyen vizuális eszköz arra, hogy így érezd, hogy ez egy ilyen totálisan letisztult, totálisan tökéletesített, és emiatt teljesen hamis valóság, ahol ezek az emberek élnek. Igen, én több helyen olvastam, hogy a Kubrickkal hasonlították össze a Mary Heronnak a rendezését, vagy hát ezt a megközelítést, és pont például a fehér színnek a használatát emelték ki, hogy mondjuk a ragyogással mennyire jól párhuzamba állítható. Meg a Clockwork Orange-ön. Igen, meg akár a 2000 gyűrőd összejával is, akár. Tehát hogy ezek a steril környezetek és az azokban tomboló erőszak, az annak a kontrasztját azt így hasonlóan fogja meg. Ja, de ez tök jó, mert Kubrick is tényleg először tette alkalmazza az, hogy az erőszakot azt ilyen fehér háttér előtt ezért jeleníti meg. Igen. Én is kiemelek valamit a Mary Heron rendezéséből, hogy not to be the person, aki azról beszél, hogy bezzeg, ha férfi rendezője lett volna a filmnek, de hogy volt ez egy... Ez jó téma. De hogy volt egy olyan aspektusa a filmnek, ahol nagyon éreztem, hogy ez szerintem, nem tudom, 10-ből 9 férfi rendező totál nem így fogta volna meg, és ez a Christy, a prostituált karakter, akit a Cara Seymour játszik, akit ugye többször is fölvisz magához, először a Péter már egyszer említette, először ugye amikor másodmagával, vagy harmadmagával van egy ilyen hosszú jelenetsor, és akkor a végén csak annyit látunk, hogy leemeli azt a akasztót vagy bálfát, és utána meg így kirohan a Christy, és így látszik, hogy így megsérült, és utána még egyszer elmegy hozzá a limuzinnal, és még egyszer becsábítja magához, pedig akkor már sokkal jobban tart tőle a Christy, és hogy én most végig nagyon, nagyon megakadt a szemem azon, hogy a Cara Seymour viszonylag kevés dialóggal együtt is, de hogy mennyire kvázi ilyen második főszereplőjévé előlép ott a filmnek számomra legalábbis, mert hogy csomó olyan mikroreakciója van, amivel nagyon hirtelen, nagyon könnyen el tudunk kezdeni azonosulni vele, és az ő szemszögéből figyelni az eseményeket, mint hogyha hirtelen egy ilyen Final Girl karakter lépett volna be így a filmbe.
ugye egyszer mutatják a texasi láncfűrészes gyilkost a háttérben a tévében, azért jutott eszembe ez a párhuzam. Azt nézegeti, mikor éppen gyúr reggel. Természetes. De hogy azt figyeltem végig, hogy én a Christine folyamatosan láttam azt, hogy mit gondol erről a szituációról, meg mit gondol a Patrickről. Hogy amikor a Patrick elkezd monologizálni valami, nem tudom, munkájáról, vagy valami zenéről, akkor olyan pillantást vett rá, hogy így jó, ez marhasságairól beszél, nem baj, mindjárt túl leszek rajta. Akkor az a jelenet, amikor másodszor sikerül meggyőznie őt, ott is látszik rajta, hogy tart tőle, hogy érzi, hogy ez nagyon veszélyes, érzi, hogy itt valami rohadtul nem stimmel, meg hát egyszer már kórházba kötött ki miatta, de pont sikerül még a pénzzel meggyőzni, hogy beszálljon még egyszer az autóba, és aztán ugye ezt tetőzik annál a jelenet sornál, amikor ténylegesen ő lesz az a slasherbeli lány, akit üldöz a láncfűrészes gyilkos, és az számomra kifejezetten horrorisztikus, vagy ilyen vérfagyasztó, mert ott hirtelen azt éreztem, hogy most már nem kívülről nézem, mint egy szatírát ezt a sztorit, hanem belülről, és a Krisztinek szurkolok, hogy édes Istenem, csak tényleg csak szökjön meg, hát ha ő egyedül meg tud menekülni. És ebben hogy mellékszereplő marad a Kriszti, meg nem ilyen látványos, hogy hirtelen ő ilyen kiemelt figura lesz, de hogy végig látom az alakításban azt, hogy ő hogyan reagál, és én teljesen nüanszos az, hogy ő hogyan reagál ezekre az eseményekre. Én azt érzem, hogy ez nagyon erősen a Mary Heronon múlt, vagy a társíróján, hogy ezt beletették a filmbe, mint egy ilyen nézőpontot. Vagy nem tudom, hát nekem nem most... véletlen az a Texas láncfűrészes párhuzam is, hogy ott is egy láncfűrészes pszichopata üldözi a női főszereplőt. Igen, csak hát szerintem 2000-ben pont egy ilyen filmnél az, hogy a filmünk főszereplője, akár villan, akár nem, de üldöz láncfűrészre egy prostit, azt szerintem nagyon könnyű lett volna úgy ábrázolni, persze, hogy ez inkább komikus legyen, vagy inkább gúnyos, vagy inkább ilyen thrilling, még hogyha bűnös thrilling is. Vagy inkább az, hogy túlságosan szexi, ami többször elő szokott jönni, szóval igen. Ez biztos, hogy üdös színfolt volt annak idején, amit senki nem látott, de... Igen. És akkor még egy kérdésem, aztán átadom tényleg a szót, András, és beszéltünk a film rögös elkészülésének a körülményeiről, de hogy miért nem rendezett sokkal több mesterművet Mary Harrell szerintetek? Tök hasonló ez, mint amit a Michel Gondrinál látunk, hogy így van a 2000-es évek elején egy iszonyatosan fontos kultikus filmje, és aztán igazából így nem emlékszünk nagyon arra, hogy miket csinált még. Director Jail? Hát, szerintem hát valamennyire Director Jail is, ugye az, hogy mennyire kontroversial film volt. Ja, igen, meg nem is volt sikeres pénzügyileg se annyira, úgyhogy meg hát nő is volt, úgyhogy mehetett Director Jailbe. Hát is indult. Ja, hát igen, ez könnyen lehet. Mert végülis dolgozott azóta is így, nem tudom, 5 évente van egy filmje körülbelül, hát, sőt, inkább 5-6-7 év telik el két filmje között, de még most is van egy életrajzi filmje a Ben Kingsley-vel, meg az Ezra Millerrel, ami készülőben van, tehát hogy dolgozik folyamatosan, de tényleg ezek a címek, hogy The Moth Diaries, meg Charlie Says, ezek így tökre nem mondanak semmit. És a Charlie Says-re emlékszem, hogy ez a Charlie Manson-os film volt, amikor hirtelen mindenki Charlie Manson-ról akart forgatni, de hogy... Charlie Manson, old friend. De hogy igen, ezek nem kavartak nagyobb vizet, tehát kár. Nagyon hasonló, mint ami a Mimi Lederrel történt, szerintem, hogy azért neki is, főleg a 90-es évben volt egy pár elég nagy dobása, és aztán így aztán a Pay It Forward volt az, ami eléggé megbukott, és akkor már csak tévében adhatogat rendezni körülbelül utána. Igen. És pont ezért is akartam megemlíteni azt, hogy az se volt egyértelmű, hogy egyetlenül megrendezheti ezt a filmet, mert hogy az elején még, ami után kijött a könyv 91-ben Amerikában, és akkor rögtön már utána meg akarták filmesíteni. És a több rendező előkerült az elején, de David Cronenberg volt az, aki egy jó pár évig így attached volt a projekthez, tehát hogy ő tényleg így dolgozott rajta.
Aztán ő kikerült belőle, és akkor helyette került be a Mary Heron, meg akkor írta meg a Guinevere Turnerrel ezt a forgatókönyvet is. Érdekes, hogy a Cronenberg aztán így, nem tudom, bő 10 évvel később megcsinálta a Cosmopolis-t, ami nagyon hasonló, nem? Valóban. Igen, passzolt volna hozzá valamennyiben, nagyon-nagyon más film lett volna, szerintem. És hogy a Mary Heron már akkor a Christian Bale-t akarta castingolni, tehát hogy ő nagyon-nagyon ragaszkodott hozzá, hogy ő legyen a főszereplő, de a Christian Bale akkor még így nem volt sztár, meg nem volt nagy név, és persze. Így a stúdiók ennek nem örültek, és nem tudom, tudjátok, hogy kit akartak főszereplőnek helye a Christian Bale helyett. Nem tanultam én is. Igen, de azért mondd ki te. Ugye nemesint Leonardo DiCapriót, a post-Titanic, meg post-vasárarcos Leonardo DiCaprio, tehát még a tejfeles képű verzióját kell elképzelni. Egyébként itt még azt hiszem szóba jött Edward Norton, meg talán Matthew McConaughey is, de persze a legkomolyabban a Leo-val tárgyaltak, igen. Fú, ez tök jó, Matthew McConaughey-t nem olvastam, de többször eszembe jutott a film, főleg annál a szex jelenetnél, amikor így mutat magára filmesztelenül a tükörbe, ott nagyon Matthew McConaughey flash-en volt. Ja, ez a Matthew McConaughey, amikor így félúton van a Magic Mike és a Wolf of Wall Street között. Igen. De hogy tényleg nagyon sokáig úgy tűnt, hogy a DiCaprio lesz a főszereplő, és akkor kipaterolták. És akkor az volt, hogy akkor a sztár volt a Leo, hogy azt mondták, hogy jó, akkor te hozol a rendezőt. Pontosan, hozhat, igen. Akit akarsz. Igen, és akkor az Oliver Stone, meg a Danny Boyle, meg a Martin Scorsese kerültek elő. Igen. Oliver Stone aztán elég sokáig képben volt, mert ugye meg a Wall Street-et rendezte, és akkor még dolgozott is egy újabb forgatókönyv változaton, de aztán hát igazából Leo akkor a sztár volt eddigre, hogy egyszer nem tudta megfizetni se őt, se a... Hát együtt azért Oliver Stone nem, a pláne nem. És akkor végül is így kikerültek a képből, és akkor így visszakuncsorogták magukat a Mary Heronhoz, amennyire én tudom. Igen, a DiCaprio végül aztán a Danny Boyle-lal megcsinálta helyette a partot, tehát hogy az volt az ilyen, jó, ha ezt nem, akkor azt megcsináljuk közösen. És hogy van egy ilyen... Scorsese-vel meg a Wolf of Wall Street-et, és akkor az is kipipálta. Pontosan, igen. Mármint ezt a hasonló filmet. De egyébként volt egy olyan vagy van egy olyan sztori, anekdota, hogy állítólag a Gloria Steinem, aki így hatalmas ellenzője volt a könyvnek, ugye a modernkori feminizmusnak az egyik legnagyobb alakja, hogy ő nagyon utálta a könyvet, és így nem tudom, hogy jobba volt-e a DiCaprioval, vagy hogy került oda hozzá, de hogy anekdota szerint ő beszélte el a Leonardo DiCapriót, hogy ő nem vállalhatja el ezt, mert hogy most a Titanic miatt a kamaszlányok rajonganak érte, meg szerelmesek belé, és akkor mi lesz, hogyha meglátják őt egy ilyen brutális véregző sorozatgyilkosként. Tényleg. Hát lehet, hogy igazuk volt. Igazán volt. Lehet. Én egyáltalán nem tudom elképzelni azt a DiCapriót ennek a filmnek a főszereplőjeként. Tehát én nem látom hát magam előtt azt az átalakulást. A Wolf of Wall Street az ugyanez a film. De az hány évtizeddel később volt? Ezért hát mondtam, hogy a 99-es DiCapriót. Hát a 99-ben DiCaprióból én nem látom, hogy így át tudott volna alakulni. Egyébként én sem. Szerintem ez a nagyon tudatos DiCaprio sokkal későbbi, és hogyha ő lett volna a főszereplő, akkor egész egyszerűen egy rossz film lett volna. Szerintem. Én nem vonom kétségbe azt, hogy DiCaprio már akkor is képes lett volna erre. Én igen. És egyébként az is szerintem tök érdekes, ha már ugye a Wolf of Wall Street tett szóba hoztam, hogy az is egy ilyen mém gyárfilm, és az, hogy a Leo abban is egy ilyen szatirikusan túljátszott színészt karaktert játszik, lehetőséget teremt arra, hogy azok a szegmensek, azok a jelentek, és így elmémesedjenek. Igen, hát abszolút rokonság van a Jordan Belfort, aha, meg a Patrick Bateman között, az szerintem teljesen jól le lehet vezetni őket. Meg akkor, ha már ilyen triviák, akkor a Christian Bale alakításánál mindenképp meg kell említeni, hogy kiről mintázta bevallottan a Patrick Batemannek a gesztikulációját. Hát azt mondta, hogy ugye ő milyen közegből, hát nyilván színész közegből, vagy hollywoodi közegből tud inspirálódni, és hogy általában a Tom Cruise-nak az energiáját és a fékségét vette alapul a Patrick Batemanhez. Meg hogy megnézett egy csomó pornófilmet, mert hát meg a acting. Fontos volt. A Tom Cruise-os dolog azért is érdekes, mert hát ez még a 90-es évek Tom Cruise-a, ami alapján inspirálódott, és akkor még nem is volt annyira unhinged, szerintem. Nem, viszont akkor is egy ilyen megcsinált figura volt, az biztos.
Sőt, akkor még inkább, tehát hogy akkor ő tényleg ugye a 1 millió wattos mosolyú sztár volt, és egy megteremtett ilyen személyiség volt a Tom Cruise. Igen, már de szerintem kevesebben látták, mint ahogy most látják. Ezt tudni biztos, ezt 100% szerintem. És úgyhogy tök érdekes, hogy ezt a kis csömbje már akkor felfedezte. Igen, tök jól rátapintott. Hát lehet, hogy ez a gyerek színészeknek az átka egyébként, mert sok másnál is előjön. Ja, de az biztos, hogy a Christian Bale nem kapta volna meg a Batman szerepét szerintem, hogyha nem játszik ebben a filmben, mert 100% biztos vagy benne, hogy Nolan azt mondta, hogy megnézte ezt a filmet, és így ez az én Bruce Wayne-em. Tehát, hogy gyakorlatilag ugyanennyire pszichopata az a karakter is. Patológiaik teljesen jól összepasszolnak, igen. Beszélj még kicsit a zenéről, én még arról szeretnék. Oké. Na. Hogy ugye nagyon sok jelenet van, amikor zenéről van szó, amikor zenét hallgatunk, és egyébként ez is egy trivia, hogy a hatalmas része, igen, egy hatalmas része a büdzsének a betét dalok jogaira ment el. És hogy ugye van a Huey Lewis része a dolognak, van a Phil Collins-os jelenet, és Patrick mindegyikről előad egy hatalmas monológot. És ezek nekem, számomra ezek a legkiemelkedőbbek, nem csak azért, mert ugye általában az erőszakos, meg a véres, meg az ilyen olyan jeleneteket előzik meg, vagy akár abban is benne vannak, hanem ilyenkor tűnik Patrick igazán élőnek. Ugye azt mondja magáról, hogy ő egy teljesen érzelemmentes nem ember, akiben csak greed van, meg disgust. Ezt mondja magáról. De ezek a jelenetek maga azt mutatják, hogy talán mégsem. Úgyhogy ez csak egy ilyen nagyon kis színes része a dolognak, hogy a zene az egyetlen, ami úgy igazán életbe hozza, szerintem. Uh-huh. Ez érdekes. Én a csomószor, mert pont a nagy monológiainál azt figyeltem meg, hogy ott is így analitikusan beszél a zenéről, meg így a triviál, nem triviákat, de hogy ilyen háttérinfókat oszt meg róluk, nem igazán a zenéről beszél. A franc tudja, azért nem, azért beszél a zenéről is, hogy az milyen hatást vált ki belőle, nem ilyen a stíl, vagy a tónusa, vagy a hangulata a zenéknek, de nem tudom. Én kicsit azt is úgy éreztem, hogy az performatív, de lehet, hogy csak képzelem. Lehet, hogy a performativitásnak a teteje az, hogy úgy tűnik, mint hogyha élne. De egyébként a másik dolog, ami ugye kijött ebből, hogy nem tudom, hogy tudjátok, de ennek van egy musical változata is, egy jukebox musical változata ráadásul. Szóval ugye a jukebox musical az, amikor nem írnak hozzá dalokat, hanem már ír dalokat adnak elő. Ez milyen Broadway-en megy, vagy hogyan? Szerintem West Endről indult, és Broadway-en is Matt Smith Aztán. Volt a főszereplője, egy 11. doktor az egyik verziónak. De nem a kedvencem egyébként annyira, nem olyan, amit így ezerszer végighallgatok, de biztos csak érdekes lehet látni. De durva. Igen. Asztalóan. Úgyhogy nagyon bírtam a betét dalokat egyébként már, főleg amiatt, hogy annak is van egy szatirikus éle, hogy csak ugyanolyan zenéket hallgat igazából ezeket az ilyen, tudjátok, ezeket az elfojtott dobos, nem tudom, hogy mondják ezt magyarul, ezeket a popslágereket, amiket fehér emberek adnak elő. Meg hát én klasszikus 80-as évek zenéi, aminek most már abszolút nosztalgiája van, de 2000-ben még ez ilyen cikiség volt szerintem. Igen. Jó, hogy tudom, mit ott eszembe, András, ugye a Katrina and the Sound, nem tudom mi az Istennek a neve, Katrina and the Sound, mindegy, tudod, a I'm Walking on Sunshine-t hallgatja az egyik jelenetben. Uh-huh. És azt a számot teszi be a Jack Black a High Fidelity-ben. És azt jutott eszembe, hogy ez a film az őszinte High Fidelity. Ez kemény. Ezt a párhuzamot nem láttam jönni. De visszaidézve, amiket mondtál a High Fidelity-ről, érdekes, igen, értem, mire gondolsz. Fú, még egy-két dolgot eszem, hogy bocsánat, amikor elmondtad, vagy kitaláltad, hogy erről a filmről szeretnél beszélni, pont akkoriban nagyon ment a diskurzus a method actingről, úgyhogy felírtam pár dolgot ezzel kapcsolatban. Egyrészt érdekesség, a Mandy Patinkinnek van Twittere, Mandy Patinkin a Inigo Montoya színésze többek közt, és
valamilyen családi trivia estét tartottak egy, és arról van egy videó a Twitterén. És akkor kérdezgetik a négy színészről, akik a Batman-t játszották, és akkor senkit nem tud. Hogy eszébe jött neki egy név, és fogalma sincs, hogy hogy hívják a színész, csak hogy van egy óriási kedvenc színésze, csak nem jut eszébe a neve, és akkor erről szól a videó, hogy így körülírja, hogy mennyire szereti, csak a neve nem ugrik be. És hogy aztán elmondja a fia a nevét, akivel a családi kvízbe a feladvány kapja, és így és hogy tényleg elkezd így áradozni, hogy ő a legjobb színész, akit ismer, mert hogy akit látod valaha, aki él, Christian Bale, a Mandy Patinkin, ez tök jó. Ugyanakkor, igen, ez ugye nagyon, nagyon vicces videó. Semmi, csak hogy nagyon... én is láttam, iszonyatosan vicces, ahogy így ott ülek egymás felett a feleségével, és akkor hogy tudod, az, aki az abban a izében volt, és a felesége mond valaki, és akkor nem, dehogyis, de nem is. Az, tudod, hanem az a másik. És a másik vége ennek, vagy véglete ennek, az meg ugye a Martin Freemannek készült interjú, ami szintén a kb. Ugyanekkor jött ki, ahol így csak így eszébe jut elmondani, nem tudom milyen módon jön szóba, talán a Jim Carrey-ről beszélnek, hogy mennyire baromságnak tartja a method acting-et úgy általában véve, és egy narcisztikus baromság, és csak ilyen öncélú önző akármi az ő elmondása szerint. Ja. Erről ezért eszembe, mielőtt visszadobom vagy átdobom a Ginának, hogy mit gondolja a method actingről, hogy kedvenc ilyen sztori mehez, amikor a Laurence Olivier meg a Dustin Hoffman dolgoztak együtt, talán a Marathon Manben, azt hiszem, és akkor ugye Dustin Hoffman nyakig benne volt a metodban, és akkor így, amikor már itt olyan túlzásokba esett, akkor Laurence Olivier egyszer csak annyit mondott neki, hogy my dear boy, why don't you just try acting? Igen, próbáltam már színészkedni? Igen. Ja, de igen. Hogy így, ja, hogy igazából mind a kettőtöktől kérdezem, hogy így, hogy álltok most éppen a method acting-gel? Tudom, ez egy nagyon tág kérdés, csak hogy így... Ja. Szerintem ebben kihasználatlan mélységei vannak bizonyos pszichológusok számára, akik ezzel sokat tudnának kaszálni. Szerintem a method acting-el amúgy az a baj, hogy ilyen nagyon rossz PR-ja van, mert olyanokról hallunk, mint Jared Leto, ugye, aki nem patkányokat, vagy miket postáz a Suicide Squad-os színésztársainak, meg az egyéb ilyen hülyeségeket halljuk, de közben ott van ugye Daniel Day-Lewis a három darab Oscarjával, aki ugyancsak ilyen method actor. Hát igen, akinek tud látni a saját maga, amikor tüdőgyulladás kap, mert nem hajlandó fölvenni a nem korhű kabátot a New York bandáiba, vagy nem tudom, mi a baja. Jó, hát nem azt mondom, hogy ez egy teljesen ártalmatlan dolog, de hogy úgy tűnik, hogy ez lehet nagyon biztonságosan és felelősség teljesen is űzni. Igen, biztos, hogy rossz a PR-ja. Emlékszem az első számú, vagy nulladik számú vak volt csörözésen, a Viki mondta, hogy van egy ilyen, nem tudom, kitől elhíresült mondás, hogy érdekes módon a method acting-et csak akkor azt alkalmazzák, mikor egy csekkfejet kell eljátszani. Ja, csak annyit, hogy ugye ez is egy olyan dolog, ami így elsősorban pasiknak a tere. Mert hát igen. Beszéltünk azért, voltak iskola női követői is, csak nem mindegyik lett akkora híres sztár egyébként. Hát igen, de például, hogy mondjuk Suicide Squadra visszatérve, valószínűleg Jared Leto-nak többet megengedtek, mint amit Margot Robbie-nak engedtek meg volna annak idején. Ja. Meg igen, meg ugye benne van ez az öncenzúra, hogy mondjam, egy csomószor így a hollywoodi színészek viszonyában kiderül, hogy mit tudom, hogy nem bennek olyan merészen alkudozni a színésznők, mint a férfiak, és akkor ez is benne van, hogy a férfiak kiben mennek vállalni ilyen dolgokat, mert ők nem féltik, hogy kirúgják őket a forgatásról. Még egy színésznő lehet, hogy azért tartottam, hogy hát majd kicsenek egy másik, ugyanolyan idetkorú másik szőke színésznőre. Vagy azt mondják, hogy... Amire számtalan példa volt tényleg egyébként. Igen, vagy azt mondják utána, hogy she was difficult, és akkor nem kap munkát évekig. Ja. Évekig nem kap munkát például, így van. Igen. És ez erre is rengeteg példa volt. Egyébként azt olvastam, hogy azt hiszem a Justin Theroux mondta, hogy ő így nagyon nem kedvelte a Christian Bale-t itt a forgatás alatt, mert ugye Christian Bale teljesen belement ebbe a nem barátkozunk a többi színész kollégával, mert szerepben vagyok, és a Patrick Bateman se barátkozik, tehát hogy ugye nyomta ezt a
ezt a klasszikus method acting stílt, és hogy így, ja, így a kollégái így nem tudom, nem értették, hogy mit csinál, meg nem úgy érezték, hogy nem is jó színész, meg hogy nem értették, hogy mi történik, meg hogy én felfúvalkodott, és hogy szóval, hogy kifejezetten nem szerettek vele dolgozni, és akkor utána, amikor látták az elkészült filmet, akkor mondták, hogy ja, aha, most már világos, most már értem, hogy mit csinált ez a csávó. Hiszen lehet, hogy ettől nem kedvelték meg jobban, de így menet közben nem is igazán volt számukra érthető, hogy mit csinál. És akkor ez odáig vezetett, hogy megutálták a Christian Bale-t, a Justin Theroux-ék, hogy amikor forgatták a Blade Runner-t, és megjelenik a vakot játszó Jared Leto, akkor így Denis Villeneuve tényleg így ámulva mesél arról, hogy mint hogyha nem tudom, hogy megjelent volna Jézus Krisztus, ezt nem így mondja, de hogy ilyen áhítatta a beszél arról, hogy megjelent a forgatáson Jared Leto. Tehát tényleg nagyon túl van tolva a glorifikálásra a method actingnek, szerintem, vagy hajlamosak rá emberek. Hát meg ugye ezt is így lehet használni ilyen marketing tool du jour. Szóval hát ugye... hogy lefogyott. Igen, az, hogy ugye a testváltozós method acting, meg a sima method acting is, meg ezek is simában mennek az olyan dolgok mellé, hogy a mi filmünkben XY mennyiségű practical effectet használunk, meg mi volt igen, most az eternálzás dolog, hogy Kevin Feige azon ámuldozott, hogy kint is lehet jeleneteket felvenni. Szóval a reflektorokkal lehet úgy csinálni, mint hogyha sütne a nap. Igen, és így szerintem ezt így nyugodtan be lehet állítani így ennek a sorába, hogy így tartozik. Jó, csak ha Kevin Feige fél, az tényleg reményes, mert az mondja a különbség, hogy ki kell menni a stúdióból. De igen, én nem tudom, valahol tökre megértem, hogy Martin Freeman mond, mert hogy nagyon-nagyon sok jó alakítást látunk olyan színészettől, akik nem method actinget tolnak. És ugyanakkor meg a másik oldala meg az, hogy ez egy technika, és valakinek így megy az, hogy jó alakítást tudja magából előhozni, és máshogy nem. Tehát nem csak ilyen, hogy mondjam, ilyen véletlen egybeesés, hogy ezt a színészetet tanulják meg egyesek. A Daniel Day-Lewis az tényleg azt mondja, hogy ő nem tartja magát jó színésznek, neki muszáj ezt csinálnia, mert máshogy nem fog tudni alakítani szerepeket. Tehát legalábbis ez lehet, hogy most csak egy szerénység, amit mond, de hogy így ő ezzel magyarázza. Na hát. Úgyhogy... igen, tud toxikus meg káros lenni, ez tök szomorú, és minden más színész szetfajta meg nem toxikus és nem káros, mert nem okoz egy rossz munkahelyi környezetet, abban az értelemben nem toxikus. Igen. Szerintem a konklúziója ennek a dolognak az az, hogyha tudod, hogy 3 Oscar-díjat fog neked hozni a method acting, akkor csináld különben nem. Hát de pont ez az, hogy ez a glorifikálás vezet oda, hogyha valaki, tehát ez tényleg van egy ilyen piedesztánra emelése, egy ilyen támogatása a method actingnek, hogy ha elhízol a szerepkedvér, meg 120 kiló maszk alatt vagy, meg mit tudom én, és a szerepkedvér éhen halsz a sivatagban, akkor biztos, hogy ezért kitütődnek a Oscaron, ugye a Leonardo DiCaprio is végül azért kapott Oscart, mert majdnem belepusztult egy zéba, nem tudom, erdei kirándulásba, és hogy ezért ez az ilyen foggal körömmel kapaszkodás, ezt az áldozatot kell hozniuk a színészetnek ahhoz, hogy elismerjék őket. Ez azt jelenti, hogy minden másfajta, ugyanolyan módon legitim színészet, az meg el van felejtve, vagy le van ejtve. Tehát az nem kapja meg a nekik kijáró érdemet. Hát igen. Holott ugye mondjuk a magyar színészek többsége, akik ilyen klasszikus képzést kapnak, meg az angol színészek, de egy csomó esetben, amikor nálunk forgatnak, meg angolokkal forgatnak amerikai rendezők, akkor így azon hüledeznek, meg ámulloznak, hogy nehogy ne hülyeskedj, megmondtam neki, mit csináljon a életben, és tényleg azt csinálta egyből. Tehát, hogy nem telik. Mert ugye egy amerikai színészen mindig az van, vagy nagyon sokszor az van, ez a klasszikus ilyen sztori, hogy megkapja a szerepet, mert elolvasta a fogatókönyvet, és akkor még utána hetekig megy a rendezőhöz kérdezgetni, hogy jó, de most akkor a karakterem háttértörténetében ez van-e, vagy az van-e, meg ezt álltam ki hozzá, meg azt álltam ki hozzá, és így megformálják a karaktert. Most egy magyar vagy egy angol színész meg így, jó, hát akkor mondnak, hogy milyen hangulatú a jelenet, milyen az érzelmi állapot a karakternek, és akkor eljátszom. És tényleg eljátsza, és hibátlanul. Tehát, hogy ez nem kapja meg a neki kijáró tiszteletet.
Hát, ki tudja, lehet, hogyha majd, amikor átfordul minden, és a sima színészet válik a marketing plója, meg amit majd tanítanak Juilliardon, majd akkor talán megfordul a dolog. Lehet. Szerintem ez egy tök érdekes téma, és így én mindig csomót gondolkodok ezen. Azt tudom, hogy mi magunk is beleestünk abba, hogy mikor a színész évadunkat tartottuk, akkor 10-ből 8 színész az method actor volt. Vagy, lehet, hogy mindegyik az volt, nem tudom. Úgyhogy mi is nyilván erről többet lehet beszélni, meg ezeknek több a história, több az ilyen szájhagyománya method acting kapcsán, mert ezzel foglalkozik a szaksajtó is, meg tényleg mivel glorifikálva van, ezért írnak róla, gondolkodnak róla, kifejtik, dekonstruálják, mit tudom én. Sokkal érdekesebbek a szerepek sokszor, mert hogy így merészebb, vagy a színésznek egy kevésbé testhez álló szerephez kapcsolódik sokszor a method acting, és akkor ezekről többet lehet beszélni. Úgyhogy így könnyű, meg emiatt egy kicsit így kézenfekvő is, hogy a method acting több teret kap, meg több fényt kap a sajtóban valószínűleg. De valóban aktívan lehetne szerintem tenni azért, hogy a klasszikus színészet is megkapja a neki kijáró tiszteletet, szerintem. Ja, nekem még csak két random gondolatom van. Egyik ráadásul nem is az enyém, nem is saját, hanem azt hiszem talán Diszolvon olvastam. De szerintem tök érdekes gondolat volt, hogy ugye mondtuk, hogy milyen szexistán beszélnek a férfi szereplők ebben a filmben a nőkről, és hogy közben meg ahogy ők viselkednek, meg amit ők tartanak fontosnak, az pedig mennyire arra rímel, ahogy ők gondolkodnak a nőkről. Tehát, hogy ez a végtelen hiúság, állandóan pletykálkodnak, mindig csak az számít, hogy melyikük néz ki a legjobban éppen, én teljesen ilyen felszínes életet élnek, és hogy ők pont ugyanezt, nem tudom, betitik rá, vagy hány torgatják fel a nőknek úgy általánosságban. Szóval ez szerintem megint egy olyan eleme a filmnek, ami nem biztos, hogy így ilyen expliciten benne volt a regényben, de ezt persze nem tudom. Aha. De hogy ez a passzív-agresszív háborúskodás, amit lenyomnak például a névjegykártyákkal, azt szerintem ezért is ilyen nagyon vicces. A másik gondolat, ez meg most onnan jött, hogy nemrég beszéltünk a Save the Cat-ről a Patreonon a Péterrel, és akkor megfigyeltem, hogy a 22. percben megrúgdos egy kutyát, ugye miután leszúrja azt a hajléktalan fickót, szóval, hogyha visszaszállunk, akkor szerintem körülbelül kijön az ellentéte annak, amit csinálnia kellene egy filmnek, hogy sikeres legyen. Nagyon jó, szép. És akkor utolsó kérdés, a most már szokásos quiz kérdésem. Melyik két mellékszereplővel szeretnétek megnézni egy Hobbs & Shaw spin-offot, és miről szólna? Most te nem igazából nem... Bankárok közül mindenkivel szörnyű lenne. Igen, az a, hogy nagyon kevés olyan szereplő van, akit szívesen néznék ebben a filmben. De nekem most nem két szereplőt ott eszembe, de az, hogy egy Willem Dafoe központú film, ahol ilyen elcseszett kalambóként próbálja kinyomozni a UP életbe történt visszásságokat, csak az a csavar, hogy soha nem jut eredményre. Azt úgy szívesen nézném. Ez nagyon jó ötlet. De legalább nagyon fura arckifejezései lesznek majd az összes részben. Igen, ez is milyen, erről nem beszéltünk, hogy bekasztingolják az egyetlen ilyen, vagy a kevés ilyen tisztességes, jó szerepre a Willem Dafoe-t Sátán vigyorával, amikor még azért ő inkább a Willem karaktereiről volt ismert, szóval ez se véletlen. Még éppen, hogy ott volt még a Pókember küszöbén ekkor, 2001-es a Pókember, szóval hogy ne, kettes. Igen. Nektek van más spin-off-olandó karakterületetek? Ez a Willem Dafoe, ezt megvettem. Igen. Uff.
Szerintem aki jó lenne még az Reese Witherspoon karaktere akárki mással, de úgyhogy Reese Witherspoon semmire nem figyel, amit a másik karakter mond. És csak így elbeszélnek egymás mellett. És ez abból egy Sofia Coppola film. Igen, közben eszembe jutott, hogy mondani is akartam, hogy nem volt egy buddy cop film erről, szóval már az ötletemet azt el is vették innen. De úgy értem, ez simán lehetett volna tényleg, hogy egy Sofia Coppola megrendez egy ilyen filmet, de lehet, hogy egyébként nem tudom, egy ilyen Dr. Seuss-i szatíra verzió is lehetne ez, vagy nem tudom. De teljesen igen. Adom. Igen. Jó, hát szóval Reese Witherspoon és akárki aki kevésbé érdekes. Aha. Jó van, akkor ennek a témának is a végére értünk, és én nagyon örülök, Gina, hogy ezt a filmet elhoztad a podcastba. Én is. Több szempontból is, de végre beszéltünk egy órán keresztül Christian Bale-ről. Én pedig köszönöm, hogy elhozhattam, és beszélettem erről is jó sokat. Örülök. Ja, és akkor 5 év múlva várunk vissza az Amerikai Pszichó újra néző projektünkbe, ahol megnézzük, hogy 5 év távlatából éppen, ja, tényleg. Hogy hogyan látjuk a úgy szereplőket, meg a sztorit. Igen. Igen, remélhetőleg nem azzal fogok visszajönni, hogy ha csak tudnátok, hogy mi van a gardrób szekrényemben, szóval remélhetőleg jó irányba fog majd ez elmenni. Igen, én majd elmesélem, hogy minden reggel mi az a 1 óra, amit a fürdőszobába töltök a kozmetikumokkal. Egyébként, beleválaszlám a Phil Collins lemezemről. Ez az utolsó gondolat, amit meg szeretnék osztani, hogy újra néztem a reggeli rutin jelenetet YouTube-on, és nagyon-nagyon sok komment arról szól, hogy tudom, hogy Patrick Bateman milyen ember, de ez a jelenet arra inspirált engem, hogy magamnak is létrehozzak egy reggeli skincare rutint. Köszönöm, Patrick Bateman. Jó van. Jó van, akkor már csak az maradt hátra, hogy elbúcsúzkodjunk a hallgatóinktól. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk, Gina, és mondd el nekünk az elérhetőségeidet. Twitteren és Letterboxdon fogtok megtalálni, és mind a két helyen @GinaGoca vagyok CZ-vel. Majd be lesz téve a link a show notes-ba is. És a show notes-ban meg fogjátok találni a linket a Facebook csoportunkba, amit Vakfolt Podcast társalgónak hívnak, ott tudtok velünk beszélgetni erről az adásról, meg erről a filmről. Továbbá van Patreonunk, a patreon.com/Vakfolt Podcast, ez is benne van a show notes-ban. Itt havi 4-5 adással szoktunk jelentkezni ebben a hónapban, valószínűleg valami újabb premierről is lesz kibeszélő, bár most fogalmam sincs, hogy júliusban milyen filmek jelennek meg, de tervezünk ilyesmit is. Aztán szintén a show notes-ban vannak linkek hogy hol tudtok feliratkozni a podcastra, hogyha még nem tettétek volna meg. Vagyunk Spotify-on is, Google, Apple-on és minden egyéb podcast lejátszó appban meg tudok bennünket találni. Iratkozzatok fel. YouTube-on is fönn vagyunk most már, és persze Twitteren, Facebookon a Vakfolt Podcast oldalt tudjátok követni. És akkor András, téged hol találnak meg a hallgatóink? Legkönnyebben a Twitteren, a Gains alsóvonás alatt, illetve időnként a Letterboxdon is. Hát oda én már elég ritkán írogatok, de azért érdemes követni legalább a listáimat. Szintén Freevo néven vagyok fel Letterboxdon, és Twitteren is Freevo néven, 2 E-vel és 1 O-val. És akkor már nem maradt más hátra, mint a következő vendégünket bejelenteni. Az a helyzet, hogy 1 hét múlva most szünet lesz, szerdán nem jön Vakfolt Podcast, még egyelőre nyári menetrend szerint haladunk. És a rákövetkező héten még nem fixáltuk le, de ha minden jól megy, akkor újra vendégül látjuk idén Cyclót, akit legutóbb a Vakfolt díjátadóban hallhattatok, és Cycló pedig végre befoltolja velünk egy olyan hiányosságet, amivel egész eddig minden díjátadóban zaklattuk. Úgyhogy ha valaki követte a díjátadó adásainkat, akkor tudja, miről van szó. De nem árulom el. Maradjon egy cliffhanger, jól van. Igen, maradjon ez a következő 2 hétnek a titka. És akkor találkozunk veletek 2 hét múlva. Cyclóval bizonyára egy ázsiai filmet nézzünk meg a kedvencek kategóriában, majd meglátjuk, azt még nem tudjuk. De addig is, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!